Раз, два, три. Vier, fünf, sechs. 7, 8, 9. 11, 12, 13. 13, 14, 15. 15-й міжнародний фестиваль телевізійних та радіопрограм для національних меншин «Мій рідний край». Szeptember 1-én életbe lépett a készpénzes korlátozás. A határozat szerint az árukért és szolgáltatásokért legfeljebb 150 ezer hrivnyáig lehet készpénzben elszámolni. Az Ukrán Nemzeti Bank június 6-án kelt határozatának célja, hogy a készpénzt kivonják az árnyék gazdaságból. A dokumentum szerint egy fizikai személy egy nap alatt árukért és szolgáltatásokért legfeljebb 150 ezer hrivnya összegben fizethet készpénzzel, írja a TSNO a hírportál. Ha az adásvétel összege meghaladja a megengedett összeget, akkor nem készpénzes formában kell az elszámolást elvégezni. A válság ellenére egyre több a beruházás. Ukrajnában a beruházások mértéke dinamikus növekedést mutat a gazdasági válság ellenére, állítja Viktor Janukovics. Az ukrán államfő szerint a beruházás egy fejlődés. Ha van beruházás, van jövőnk is. A gazdasági növekedés akkor várható, mikor a beruházások mértéke is nőni fog. Mint ismeretes, a közvetlen beruházások mértéke január-július folyamán 224 millió dollárt tett ki. Újabb változások a nyugdíjtörvényben. 2014. január 1-től lép hatályba a közalkalmazottak bérmegállapításának és nyugdíjfelszámolásának új rendje, mondta Mikola Sámpír, a Szociálpolitikai Minisztérium nyugdíjellátási és rokkantvédelmi hivatalának igazgatója. A nyugdíjmegállapításnál az utoljára betöltött állás alapján fogják meghatározni a járulék összegét az adott rangtól vagy beosztástól, a szolgálati évektől, speciális kinevezésektől függően, mondta a hivatalnok. A korábban meghatározott nyugdíjak újraszámolására akkor van lehetőség, ha a kormány határozata értelmében, vagy a minimálbér változása miatt növelték a dolgozó köztisztviselő fizetését, mondta Sampir. Kalapácsok hangja veri fel az erdő csendjét a kárpátaljai rókamező környékén. A díszműkovácsok keze alól sokféle alkotás kerül ki a virágtartótól a cipőig. Persze mindez vasból. Én most egy rózsaszálat készítek. A szirmokkal van a legtöbb munka. Mindent meg lehet csinálni vasból, csak egy kis türelem meg gyakorlat kell hozzá. Én már több mint 30 éve csinálom, mondja ez a kovács. A rókamezői seregszemle sok turistát is vonz. Akadnak közöttük vállalkozó szelleműek, akik legalább néhány ütés erejéig átveszik a pörőt. Nem bírtam sokáig emelgetni azt a nagy kalapácsot, pedig érdekes, azt mondhatnám izgalmas, ahogy az izzó vas alakul a kalapács alatt. Igaz, én csak egy patkó elkészítésében segítettem, mondja ez a kievi lány. Rókamezőn van Ukrajna és talán Európa egyetlen működő vízi kovács műhelye. Több mint 200 évvel ezelőtt még az osztrák-magyar monarchia idején épült. Az EU miatt visszatér a műszaki vizsga. A miniszteri kabinet közzétette az Ukrajna és Európai Unió közötti társulási egyezmény előzetes szövegét. A dokumentum országunk autóiparát is érinti. A speciális vámok műszaki vizsgák és autószolgáltatások vonatkozásában, írja a BusinessZone hírportál. Az EU határozottan érdeklődik az ukrán közlekedés minősége iránt. Az autósoknak tudniuk kell, hogyha a közúti rendőrség nem vezette be korábban a műszaki vizsgát és a társulási egyezményt idén novemberben aláírják, akkor már 2018-ban műszaki vizsgáztatni kell a személyautókat az EU törvényeinek megfelelően. Új személygépkocsi vásárlása esetén 4 évvel később, majd 2 évente műszaki vizsgára kell sort keríteni. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 11, 12, 13. 13, 14, 15. 15-й міжнародний фестиваль телевізійних та радіопрограм для національних меншин «Мій рідний край».